Ungern har det högerextrema partiet Jobbik under många år vuxit sig allt starkare och har nu en öppet antisemitisk agenda. Nyligen föreslog en Jobbik-ledamot i parlamentet att landets judar ska registreras. Men det finns också starka motkrafter. TV4 News Shabba Kosinkowski har besökt sin gamla hemland Ungern och rapporterar om ett starkt polariserat politiskt landskap. Mi annak idején esküdtettünk a Szent Koronára, és életünket is rátettük erre, hogy megvédjük bármilyen körülmények között. Ha kell, fegyverrel, mert előbb-utóbb sajnos fegyver lesz a vége. Az, hogy ma ennyire szélsőségek sen reagálnak bizonyos társadalmi csoportok, és hogy egy radikális jobboldali pártben van a parlamentben. Ez annak a terméke, hogy az elmúlt 20 évben a politikai elit jobb és baloldali fele a demokrata létből zárják ki egymást. Ez ide vezetett. Härifrån, från den sjunde våningen i höghusområdet i utkanten av Budapest, såg man inget annat än grått. Under 70- och 80-talen kallades Ungern den glada baracken inom östblocket. Då var landets största stålfabrik fortfarande igång. Så varje morgon promenerade tiotusentals gråttklädda människor till sina arbeten förbi det här gråa kulturhuset. Nej, man såg aldrig något extremt, inga avvikelser. Allt var lika grått för alla. Sen föll Berlinmuren och den efterlängtade friheten kom till Ungern. Det var en euforisk tid av förhoppningar inför alla plötsligt vunna möjligheter. Och anslutningen till EU 2004 gav ungrarna ytterligare känsla av tillhörighet och trygghet. Men glädjen ersattes så småningom av oro när industrin stängde sina fabriker en efter en för att ge plats åt inflyttade multinationella företag med ökad arbetslöshet som följd. Högerextremismen fick sitt fäste ganska obemärkt men växte sig snabbt stark. Och den högerextrema vågen nådde kanske sin kulmen nyligen i parlamentet då en ledamot av det högerextrema partiet Jobbik föreslog en registrering av landets judar. Regeringspartiet Fidesz företrädare läste dock de tidningsrubrikerna med ro. Az állítás nem igaz, hogy a magyar szélső jobb az erősebb, mint Európa más országaiban. 17%. 17%-ot kaptak az előző választásokon, de nagy tévedést azt hinni, hogy emögött szélsőséges nézeteket valló emberek állnak. Nem igaz az, hogy a magyar emberek akár olyan mértékben, mint amilyen mértékű támogatottságot a Jobbik kapott szélsőséges nézeteket vallanának. Több ma a szélsőséges megnyilvánulás, mint mondjuk 2 éve? Nem, szerintem kevesebb ma a szélsőséges megnyilvánulás Magyarországon, mint a kormányváltást megelőzően volt. Szerintem a kormány, amit jogszerűen az európai szabadságokra is tekintettel alkalmazott gyakorlatban meg lehet tenni, azt maximálisan megtette. Nyilván a sajtónak megvan a felelőssége abban, hogy Magyarországgal kapcsolatosan rendszeresen közöl teljesen valótlan állításokat. Tehát ez a kép valótlan, hamis, sértő Magyarországra nézve. För att försöka ta reda på hur det verkligen ligger till lämnar vi turiststråken i Budapest bakom oss och beger oss ut på landet. Vi reser till Oroslanji, en gång socialismens blommande gruvarbetarstad. Idag ligger stan öde efter att industrin där avvecklats helt. Kvar finns bara de här två fortfarande fungerande skorstenarna som vittnar om de gamla tiderna när staden försörjde hela landet med kol. Annak idén a szocializmus ugye fellegvára volt, mint bányászközpont. Nagyon sok bányaüzem működött. Hát most sajnos a rendszerváltás óta ugye gyakorlatilag csak egy bányaüzem működik. Be fogják teljesen mértékbe zárni. Nagyon sok akna megszűnt, valóban azért, mert már nem volt szén. De egyértelműen eltűntek munkahelyek. Nincs remény. A többség igazából már nyugdíjas. Nagyon sokan el is mentek, illetve hát a fiatal közül gyakorlatilag csak a multiknál dolgoznak itt a többség. Nehéz a megélés itt, igen. József Daskals extra knäck som tomte på torget är slut för dagen. Han arbetar till vardag som byggjobbare. Josef är känd i trakterna som Jobbiks starke man lokalt. Med sin högtalarbil är han också ansvarig för organisationens kommunikation. Han kommer hem till sitt lilla hus i utkanten av stan som han delar med sin mamma och byter tomtedräkten till sina vanliga kläder och gör sig redo för kvällens jobbig aktion. Csak a manika megjöttem. Csak a... Hogy tetszik lenne?
Jobbik, som har ett 17-procentigt väljarstöd i genomsnitt i hela landet, är ännu starkare i städer som Oroszlány. És ugye nagyon jól tudjuk, hogy a pénzvilágot kik irányítják, olyan felső zsidó körök irányítják az egész bankrendszert, akik gyakorlatilag egy mozdulattal megváltoztatták ezt a folyamatot. Látom, tetszett főzni kávét, Anika. Den svarta uniformen som Jobbiks stödorganisation Magyar Garda, ungerska gardet, annars bär på sina aktioner har numera förbjudits, liksom deras rätt att marschera i grupp. Men fortfarande kan lagen inte hindra Magyar Garda från att patrullera och demonstrera i ungerska byar och städer, som de själva säger, för att upprätthålla ordning och reda. I gyakorlatilag úgy lehet mondani, egy ilyen földalatti mozgalomként működünk jelenleg. Próbáljuk kijátszani a jelenlegi hatalmi kiskapukat megkeresni. Mi annak idején esküt tettünk a Szent Koronára, országunk történelmi koronájára, és életünket is rátettük erre, hogy megvédjük bármilyen körülmények között. Ha kell, fegyverrel, mert előbb-utóbb sajnos fegyver lesz a vége. A hatalom nem véletlenül viseli a kardot. Ugye, tehát az a kard jelképesen az a kard a hatalom a jelképe, az arra való, hogyha valaki lét a törvény ellen, a társadalom ellen, akkor a ugye, kényszerítő eszközökkel megvédje a törvényes rendet. A zsidók el akarják foglalni Magyarországot. És bizony itt vannak már. Közel Pesthez vannak olyan lakóparkok, amik bizony zsidó családok számára épült, és egy saját tapasztalatomat elmondanám, hogy héberül beszélgettek. De a legmegdöbbentőbb az volt, és egyértelmű bizonyíték, mikor hurcolkodtak be a lakásokba, és az a tipikus zsidó kultúrához tartozó bútorok, szőnyegek, és ugye, ami a zsidó vallás kultúra egyik jelképe, a menóra, a hétágú gyertyatartó, ott vitte be, igen. Tehát ennél egyértelmű bizonyíték nem kell arra. Pont itt lenne az ideje egy ilyen konfliktus kapcsán annak, hogy felmérjük azt, hogy az itt élő, és különösen a Magyar Országgyűlésben és a magyar kormányban hány olyan zsidó származású ember van, aki bizonyos nemzetbiztonsági kockázatot jelent Magyarország számára. Képviselő, tudom, hogy adósai egy ilyen képviselő, egy perc áll rendelkezésre. Tehát a háttérben a hatalmi vezetők olyan paktumot, egyességet kötöttek a magyarság kárára. Közvetlen megoldási probléma meg kell fékezni. Erőszak, ilyen szintű erőszak ellen csak egy erős, kemény fellépés erőszakkal lehet, megfelelő szintű erőszakkal lehet fellépni közvetlenül. Félnek az emberek, félnek a hónaptól azáltal, félnek a hónaptól, hogy elveszítik a munkájukat. Az a bizonytalanság, amivel folyamatosan a gyakorlatilag a kormány az intézkedésébe állandó bizonytalanságba tartja az embereket. Det är TV4 News Csaba Sinkowski som har besökt alltså sitt gamla hemland Ungern och därifrån skildrat högerextremismens utveckling. Nästa del av det här reportaget kommer klockan 21:15 ikväll. Det här är TV4 News där vi idag visar en serie reportage från Ungern där det högerextrema partiet Jobbik under många år vuxit sig allt starkare. Här kommer andra delen i serien. Félnek az emberek. Félnek a hónaptól azáltal, félnek a hónaptól, hogy elveszítik a munkájukat. Az a bizonytalanság, amivel folyamatosan a gyakorlatilag a kormány az intézkedésébe állandó bizonytalanságba tartja az embereket. Och det är just otryggheten på olika nivåer i samhället som Fidesz största utmanare, oppositionens frontfigur Gordon Boynay, vill komma åt i sitt program. Det är mer än ett år kvar till valet, men han är redan på turné i landet. Just idag här i Oroszlány för att träffa människor och samtala. Boynay, först näringsminister och sen krislösande premiärminister 2009, steg av den politiska scenen strax innan hans socialistparti fick jättestryk i valet 2010. Och efter två års paus från politiken steg han upp igen på årsdagen av den ungerska revolten 1956 och höll tal framför tiotusentals människor.
Redan dagarna efter det framträdandet fick hans oppositionskoalition tillsammans 2014 22% av rösterna i en opinionsundersökning. Och enligt den senaste undersökningen är Boinai nu mer populär än premiärminister Viktor Orbán. Egy év alatt sikerült akkor stabilizálnunk az országot gazdasági értelemben, de a társadalmi sebeket begyógyítani, a társadalmi megosztottságot orvosolni, az egy sokkal hosszabb, nehezebb, fáradtságosabb feladat. Ehhez egy erős választói támogatás, legitimáció kell, amit egy választáson kell megszerezni. 2014-ben ez lesz a feladat. A mostani kormánynak egyébként erre óriási lehetősége lett volna, hiszen 53%-át kapta meg a szavazatokat, amivel a parlamentben 2/3 többséget szerzett. Ezzel a lehetőséggel úgy tűnik nem, hogy nem élt, hanem a 2/3 hatalmát nem az ország jobb kormányzására, hanem egy a megosztó politika továbbvitelére és a hatalmának a jogi bebetonozására, a vele szemben álló fékek és ellensúlyok rendszerének a lebontására használta mindez idáig. Ez nyilván erősítette az országban az ellentéteket. A héten elhangzott egy mondat a parlamentben. Ez a mondat, ez mekkora jelentőséggel bír itt Magyarországon, és mi az üzenete? Hát ez az egyik legsúlyosabb mondat, amely a magyar parlamentben az elmúlt évtizedekben elhangzott, hiszen ez egy direkt náci uszítás volt, arról szólt, amit olyan fájdalmasan őrzünk az emlékünkben. Nagyon súlyos ez a mondat, vissza kellett utasítanunk, a nácikkal semmilyen együttműködés nem elképzelhető, de azt is látnunk kell, hogy az ország mély megosztottsága egyébként erősíti a szélsőséges nézeteket, sokkal többet kell tennünk a megelőzés érdekében, jó kormányzásra, erős társadalmi párbeszédre és nyugodt politikai kultúrára van szükség. Men Boinai har långt kvar tills hans vision om politisk stabilitet kan bli verklighet. Josef Dazkal och hans jobbig vänner väntar utanför på att han ska komma ut. Dra hurkot. Oda. Megdög lesz. Adjon az Isten! Szebb jövő! Akarod, kívott ide! Az áruló! Ez az ember, ő csak egy báb. Tehát a globalista felső hatalomnak egy helyi képviselője. Hát egyértelműen tudomására akarjuk juttatni, hogy büntetlenül nem tiporhatja Magyarországot és a magyar embereket. Men det är inte bara Gordon Boinai som håller emot de högerextrema krafterna i Ungern. En vecka efter Jobbiks uttalande om juderegistrering i parlamentet samlades tiotusentals människor på Budapest gator. På scen första gången politiska fienderna sida vid sida, regeringspartiet Fidesz representant bredvid oppositionssidan. Och Boinai var en av talarna. Végre először, hosszú idő után először Magyarországon egy közös eseményen létrejött egy kiállás, amely azt mondta, hogy a nácizmus ellen mindenkinek össze kell fogni, és azt is kimondtuk, remélem mindenki így gondolja, hogy a nácikkal még a hatalomért sem szabad összefogni. Ez a mondat, ez egy határkő volt. Mint ahogy látszik, és soha nem volt korábban Magyarországon az elmúlt 20 évben, tehát a demokráciában hasonló jellegű tömegmegmozdulás ilyen témában. Aki magyar, az független, hogy milyen a vallása, a nem identitása, az, hogy cigány vagy sem, azt természetesen ezt magyarnak kell elkönyvelni. De azt, hogy ki milyen vallású, ugye régen a Goebbelsi beszéd tartalmazta azt, hogy az ki a zsidó, azt én mondom meg. Hát Magyarországon szerencsére még nincs itt az idő, hogy megmondják, hogy ki milyen vallású, de ezek a listázások, amire a Jobbik törekszik, de egyértelműen ezt az irányvonalat vették fel. Elég a komfort érzethez az, hogy a kormány megígért, hogy megvédi nem, a kisebbséget? Abszolút nem elég a komfort érzethez. A kormányfő egy óriási hibát vétett akkor, amikor azt mondta, hogy mi magyarok megvédjük a zsidókat. Den statliga televisionen rapporterade knappt om Jobbiks antisemitiska förslag om juderegistrering i parlamentet. Men den lilla tv-stationen ATV har fått allt fler tittare den senaste tiden. De var en av de första som satte strålkastarljuset på händelsen. Inkább a mi érzékenységünk, vagy az inger küszöbünk változott, én azt gondolom. Az első nap volt egy óriási ledöbbenés, vagy inkább megnémulás, vagy elnémulás, és nem egy hirtelen reakció, ami szintén sokat elmond arról, hogy hol van az inger küszöbünk. Itt az Egyenes Beszédben aznap este kezdtük el igazából ezt a témát annyira nyomni és annyira lökni, amennyire csak lehet, hogy ez menjen át a köztudatba, hogy itt most valami eltörött, valami elszakadt, valaminek vége van, tehát itt most lépni és megmozdulni
tanulni kell. Tehát most jönnek a felszínre azok a bejelentések, kijelentések és ordas eszméknek a megnyilvánulásai, amelyek fölött valahogy átsiklottak a mi politikusaink, vagy nem érte le egy inger küszöböt. Ez a múlt hét hétfői kinyilatkoztatása az országgyűlési képviselő részéről, ez azt hiszem most egy gátat átszakított. Tehát most kezdünk igazából úgy felébredni, hogy elég, tehát ezt nem lehet, nincs kis zsidózás, csak zsidózás van. Tehát, mint hogy nincs jó halál, meg rossz halál, csak halál van. Tehát nem lehet valakit kicsit gyalázni. Ha valakit gyalázok, az gyalázom. På den finaste gatan i Budapest står terrorhuset. Ett museum i den byggnaden ledningarna för både den vita och den röda terrorn i Ungerns historia hade sina högkvarter. Utanför träffar vi Katalin Erzsej från det lilla miljöprofilerade uppstickarpartiet LMP. Mennyire szélsőséges nép a magyar? Szélsőséges vélemények vannak erről. Nagyon gyakran halljuk azt jobb oldalról, hogy a magyar mindig is egy befogadó nép volt. A felmérések némileg ennek ellent mondanak. Én azt gondolom, hogy nem rosszabb a helyzet Magyarországon általában, mint Európában. Van egy nagyon agresszív kisebbség, aki ezt hergeli, és ha ez az erő visszaszorulna, akkor szerintem beállnánk abba az átlagba, ami Európában van. Political Capital är ett erkänt politiskt analysföretag i Ungern. De har gjort en omfattande undersökning om högerextremism i 32 länder. Most, ha a nemzetközi kutatásokat nézzük, akkor a magyar társamnak az előítéletessége a romákkal szemben, sajnálatos mondani a zsidókkal szemben és a bevándorlókkal szemben rendkívül erős, régiós összehasonlításban is. A demokráciába vetett bizalom az nagyon alacsony szinten van, és mindehhez egy ilyen új tekintélyelvűség is társul. Ugye szokták mondani, hogy Magyarországon nagyon megosztott a társadalom, ennek nyilván megvannak a maga történelmi okai, ugye a sok száz éves elnyomottság és külső birodalomok által való alávetettség. Különösen az utóbbi száz évben ugye mindig az volt a gyakorlat, hogy jött egy új politikai rendszer, amelyik az előzőt az teljesen diszkreditálta, és vagy nem magyarnak, vagy nem demokratikusnak, vagy mindig valaminek kimondta, és semmifajta létjogosultságot nem hagyott neki. És ez valószínűleg hozzátett ahhoz, hogy a mai napig ez a gyakorlat, hogy a teljes konszenzus hiánya megvan Magyarországon. Sajnos a zsidó közösség ebben, ha más nem egy virtuális módon, viszonylag aktívan benne van ebben a megosztottságban, ugyanis a zsidó téma, a zsidó kérdés a 20. század elejétől egy olyan téma volt, amelyik folyamatosan foglalkoztatta a társadalmat, és ha bár a kommunizmus évei alatt nem lehetett erről beszélni, de nyilván a holokauszt traumáját az egész magyar társadalom nem tudta kellően átbeszélni. Och nästa del i det här reportaget kommer lite senare i timmen. Det här är TV4 News. Nu är det dags för den tredje och sista delen av reportaget om det högerextrema partiet Jobbik i Ungern. Partiet har vuxit sig starkare de senaste åren och har nu en öppet antisemitisk agenda. Nyligen så föreslog en Jobbik-ledamot i parlamentet att landets judar bör registreras. Det är TV4 News Csaba Csinkowski som har besökt sitt gamla hemland Ungern och rapporterar tillsammans med Aina Jutterström. A svéd demokrata párt nulla toleranciát hirdetett a kommunikációban, legalábbis a rasszizmus ellen. Milyen különbségek és hasonlóságok van a kommunikációban és tettekben? Nagyon fontos kérdés. Én azt hiszem, hogy három fő közös vonása van a Európa szerte a radikális jobboldali mozgalmaknak. Az egyik az, hogy az Európai Unióval szemben mindegyik szkeptikus. Aki tükkere alapal, men har jelen ungdomsfal, så tycker jag alapal, hogy det är ju frågan man kan ställa sig är, varför är det så? Svar på den frågan är ganska enkel. Eftersom när det handlar om att kväva den nationella suveräniteten så öppnar man upp dörrar. A második legfontosabb, hogy mindegyik azzal az ígérettel lép fel, hogy társadalmi tabukat tör szét. Magyarországon például a cigánybűnözés. Azt mondja a Jobbik, hogy a cigányok nagy része bűnöző, ami így egy nagyon súlyos, vaskos leegyszerűsítés, és erről a politikai pártok nem beszélnek. Mi vagyunk azok, akik erről beszélnek. Svédországban azt mondják a svéd demokraták, hogy itt van a bevándorlás problémaköre. A bevándorlók elveszik a segélyeket. Elveszik a munkahelyeket, és
iszlamizálni akarják az országot és Európát. És erről nem beszélnek a politikai erők. Mi széttörjük a tabukat, mi kimondjuk az igazságot. Ez egy nagyon erős és hatásos narratíva. A harmadik dolog pedig, hogy van egy etnikailag definiált és kulturálisan definiált ellenségkép. Magyarországon ezek leginkább a zsidók, illetve a romák. Svédországban és Nyugat-Európában egyre inkább a muszlim bevándorlók. És az ellenségek nagyon különbözőek, én azt mondanám, a hangnem is nagyon különböző. Az a fajta, az a szintű radikalizmus, ami Magyarországon megfigyelhető, az nagyon más jellegében, mint nyugaton. Leginkább amiatt, mert itt még a fasiszta nosztalgiákra a hajazás sokkal inkább megjelenik a politikában, a szimbólumokban, az üzenetekben, a mindennapi politikában. Azt mondanám, hogy a Jobbik a másik legszélsőségesebb politikai erő Európában. A demokráciához való viszonya, én azt mondanám, hogy nagyon más például a Jobbiknak, meg a nyugat-európai radikális jobboldali pártoknak. Demokrácia ellenes üzenetekkel nyugaton szerintem nem nagyon lehet már választókat szerezni, csak EU ellenes és bevándorlás ellenes üzenetekkel, Kelet-Európában pedig még lehet. Kan du välja invandringsbroms för pensionsbroms? Rösta på Sverigedemokraterna. Att återskapa förtroendet för demokratin i Ungern, det är just det som Gordon Bojnai och andra oppositionella politiker vill göra. Till den nya politikgenerationen hör även socialisten Agnes Kunhalmi. Ett nytt kännetecken för hennes parti, tidigare regeringspartiet Socialisterna, är självkritik. Én egyszerűen szégyellem magam magyar állampolgárként, hogy 20 évvel a rendszerváltás után ilyen mondatok elhagyhatják parlamenti képviselő száját. A mi felelősségünk a baloldalnak és nekünk a szocialista pártnak, akik az elmúlt időszakban, azért az elmúlt 20 évben többször kormányoztunk ebben az országban, az pont az, hogy hagytuk, hogy belesodródjon ebbe a borzasztóan leegyszerűsített, fekete-fehér kommunikációba Magyarországot, hogy nem tudtuk igazán felvenni a harcot ezzel ellen a végtelen rövidtávú és populista gondolkodás és retorikával szemben. Ezek az emberek aljas módon használják ki azt az eddig egzisztenciális válságot, amely egyébként a válság, a világgazdasági válság okoz Magyarországon. Valójában megoldást nem kínálnak a nyomorúságos élethelyzetekben élő embereknek az életére, de pont arra jó, hogy azt a bűnbakképzést és félelmeket és görcsöket meglovagolják, ami az egzisztenciális félelemből és lecsúszásból fakad. Eleget tesz a kormánypárt a szélsőjognak a megfékezésére? Nem. Határozottan nem. Nem elég vasárnap a Kossuth téren egy nagy tüntetésen felállni arra a színpadra, ahol baloldaliak is beszélnek a néphez. Ezt tettek kell, hogy kövessék. Addig, amíg nem lép a Fidesz is arra az útra, ami nem a kettős beszédről szól, és amíg nem szedik ki például a nemzeti alaptantervünkből, ami a közös tudáskánonunkat határozza meg, azon szerzőket, akik a Jobbik szellemében alkottak, addig azt hiszem semmi jóra nem számíthatunk, de mi baloldaliak újra kezünket fogjuk nyújtani, mert meggyőződésem, hogy több demokrata él ebben az országban, mint szélsőséges, legyen az baloldali vagy jobboldali. Közös erővel meg kell akadályoznunk azt az egzisztenciális lecsúszást és azt a nyomort, ami ma Magyarországon bekövetkezett. Jó gazdaságpolitikát kell folytatnunk, munkahelyet kell teremtenünk, védenünk kell az embereket, amennyire lehet a gazdasági válság okozta kihívásokkal szemben, és mindenféleképpen meg kell akadályozni a bűnbakképzést Magyarországon. Létezik Magyarországon egy új politikai generáció? Létezik. Mely konfliktusban van sokszor a régi generációval, a régi megoldásokkal, de ez nem korosztály mentén húzódik, ez gondolkodásmód mentén. Magyarországnak az elsődleges feladata, a nulladik feladata, hogy a bizalmat helyreállítsa, ehhez először is a jogállamot kell helyreállítani. Most tanulják meg magyarok, hogy a demokratikus jogállam és a gazdasági prosperitás mennyire összefügg. Ezért először a jogállamot kell helyreállítani, az meg fogja erősíteni a bizalmat Magyarország iránt, és aztán számos olyan intézkedést kell tennünk, amely a stabilitás megtartása mellett a növekedést is serkenti. Erre dolgozunk ki most egy átfogó gazdasági programot, ez gyökeres fordulatot jelent ahhoz képest, ami most Magyarországon unortodoxia néven zajlik.
A Fidesz sajnálatos módon nagyon sok gesztus gyakorolt a szélsőjobboldali szavazók felé. Megadóztatja a multikat, ami szintén szerepelt a Jobbiknak a programjába. Kinevez vezető pozícióba olyan figurákat, amelyek például az Új Színház élére egy színházigazgatót, amelyek szélsőjobboldali kapcsolatrendszerrel és gondolatvilággal jellemezhetőek. Néha olyan beszédmódot alkalmaz, például az összeesküvés elméletek terén. Az IMF, az Európai Unió Magyarország ellen fordult, és számtanszor hallgathatjuk ezt kormányzati politikusoktól. Ez az összeesküvés elméleti világnézet, ez szerintem alapvetően a Jobbik malmára hajtja a vizet. De här två politikerna är oppositionens stjärnskott och en del av de krafter i Ungern som på allvar nu utmanar både högerextremisterna i Jobbik och regeringspartiet Fidesz som flörtar öppet med Jobbik. Kontrasten förklarar Peter Kreko på Political Capital helt enkelt med det kommande valet 2014. 2014-től kezdve nem lehetünk abba biztosak, hogy a kormány meg tudja őrizni a hatalmát, hogy simán többséget tud szerezni a parlamentbe. Hogyha nem lesz sima többség a parlamentbe, akkor kérdés az, hogy Orbán Viktor mit gondol majd arról, hogy kikkel működhet együtt esetleg annak érdekében, hogyha mégis meg szeretné tartani a kormányfői hatalmat. A baloldal nem jöhet szóba, olyan antagonisztikus, ősi ellentét van Magyarországon és jobboldal között, hogy egy nagy koalíció esélye nulla. És kérdés az, hogy a Jobbik szóba kerülhet, ha a Fidesz nem tud önmagával többséget szerezni, mint valamiféle együttműködő partner. Csaba Kinkowski som tillsammans med Aina Jutterström har besökt Ungern och därifrån skildrat högerextremismens utveckling.